Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Év vége hagyományosan a számvetés időszaka, ezt tesszük a ma esti sajtóprésben is. Van amiről beszélni, hisz 2017 minden kétséget kizáróan a nagy ellentmondások éve volt. Egy évvel ezelőtt még úgy tűnt, hogy a választások nyomán fölényes győzelmet arató és parlamenti többséget szerző PSD-AD koalíció bármilyen elképzelését megvalósíthatja, a valóságban azonban korán sem volt erre képes. Tüntetések, látványos kormánybuktatás, valóságtól elrugaszkodott költségvetés. De beszélnünk kell a magyar ügyekről is, amelyek most Erdély és a Román Királyság Egyesülését kimondó Gyulafehérvári Nemzetgyűlés centenáriumához közeledve sokszor heves ellenállásba ütközik. És persze az országhatáron is túl kell tekintenünk ahhoz, hogy teljes legyen az évértékelőnk. Donald Trump, Brexit, Katalónia. Címszavakban erről lesz szó a külpolitikai részben. Markó Béla az RMDSZ volt szövetségi elnöke, és Ambrus Attila a Brassói Lapok főszerkesztője a sajtóprés asztalánál. Uraim, jó estét! Belpolitikával kezdünk. Nézzünk egy összefoglalót, hogy könnyebben felidézhessük a legfontosabb eseményeket. Viharos politikai esztendő. Egy évvel ezelőtt a PSD-nek mindössze 12 mandátuma hiányzott ahhoz, hogy egyedül alakíthasson kormányt. Amikor koalíciót kötöttek a Kölin Popescu-Tarichanu vezette AD-val, és együttműködési megállapodást írtak alá az RMDSZ-szel, a legtöbben még azt sejtették, hogy a kényelmes kormánytöbbségnek köszönhetően mentes lesz a politikai viharoktól az idei esztendő. A szociálliberális kormánykoalíció azonban nem csupán a választási kampányban ígért kánoánt akarta megteremteni, hanem az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvények átírására is vállalkozott. Szarin Grindeanu kormánya a beiktatását követően alig 30 nappal a büntetőtörvénykönyvet és a perrend tartást módosító sürgősségi kormányrendeletet fogadott el. Az elhíresült 13. rendelet az 1989. decemberre utáni legnagyobb tüntetéseket váltotta ki. Grindeanu azonban nem jutott Viktor Ponta sorsára, és a PSD népszerűsége sem csökkent számottevő mértékben. Júliusban azonban történelmet írt az ország. A szociáldemokraták megbuktatták saját kormányukat, arra hivatkozva, hogy Szarin Grindeanu nem tartotta magát a kormányprogramhoz. A fiatal temesvári politikust pedig Mihály Tudósze váltotta a viktóriai palota élén. Ő szeptemberben meglebegtette lemondását, végül azonban Dragnea emberei távoztak a kabinetből. A PSD-t nem viselték meg ezek az események, és Liviu Dragnea pártelnök újabb bűnvádi pere sem okozott meglepetést. A Nagyobbik kormánypárt mindennek ellenére az igazságügyi törvények módosítását tekintette prioritásnak. Ezért november közepén létrehozta erre a célra a 13. számú kormányrendelet szellemi atya Florin Jordáke által vezetett parlamenti bizottságot, amely átgyúrta a parlamenten a törvényeket. Kérdés azonban, hogy Klaus Johannis államfő kihirdeti-e ezeket, vagy visszaküldi a parlamentnek. Az ellenzék tevékenységéről szinte fölösleges beszélni, az ugyanis kimerült az egyszerű bizalmatlansági indítványokban. A politikai elemzők szerint csupán két személy érdemel figyelmet soraikból, a PSD-ből kizárt Viktor Ponta és Dacian Csolos volt miniszterelnök, de átszervezésre számíthatunk a Nagyobbik kormánypártban is. Elnök úr, a rendszerváltás után idén először ön kívülről szemlélte a parlamenti munkát, ugyanis visszavonult a politikától. Volt még az ideihez hasonló ellentmondásos év az elmúlt két évtizedben, vagy sem? És mivel magyarázható az idei? Tehát zavaros politikai időszakok voltak Romániában. Felidézhetném például az 1996 és 2000 közti 4 éves mandátumot, amikor mi egyébként először kerültünk kormányra Romániában, és a mi szempontunkból az egy rendkívül fontos időszak volt, de hát több miniszterelnök is váltotta egymást. Kormányok buktak, kormányok jöttek, nem akarom most felidézni a történetet. Gazdasági szempontból is válságos időszak volt,
Tehát nem előzménytelen az, ami most történik, beleértve például a nacionalizmus föllángolását is. Tehát néhány éve fokozódik a magyar-román ellentét az országon belül, nőnek a feszültségek, de ennek is van előzménye a 90-es években. Viszont ami új ebben a pillanatban, és ami rendkívül veszélyes, egyébként egész Európában nem lehet kiragadni egy szövegösszefüggésből Romániát, az a demokrácia válsága. Tehát miután a 90-es években voltak ugyan konfliktusok, voltak súlyos viták, voltak kormányválságok, de senki sem kérdőjelezte meg az alapelveket. Azt, hogy nekünk föl kell építenünk egy nyugati típusú demokratikus rendszert, azt, hogy be kell illeszkednünk Európába, és igazodnunk kell az európai elvekhez. Aközben most az idei évnek pontosan az volt az aggasztó jellemzője, hogy nagyon sokan megkérdőjelezik a hagyományos demokráciát. Ez nem egyik pillanatról a másikra következett be egyébként Romániában sem, és Európa szerte sem. Romániában ennek az az előzménye, hogy miután kialakult egy alkotmányos rend, amelyet hát bizonyos vonatkozásaiban módosítottunk 2003-ban, amikor az alkotmányt módosítottuk, és ez működni látszott. Ezt az előző államelnök, ez az igazság, a maga 10 éves regnálása alatt, tehát Traian Băsescu-ról van szó, fokozatosan fölborította. Tehát az alkotmány szerint van egy eléggé átlátható viszony államelnöki hivatal, kormány, parlament között. Van, amivel egyetértünk, van, amivel nem. Lehet, hogy kellene az alkotmány számos vonatkozásában módosítani, de volt egy ilyen viszony. Ezt az államelnök fokozatosan átépítette. Nem csak ő, hanem mások is, persze ezt egyedül nem tehette volna meg. Lejáratták a parlament tekintélyét, tehát ma a parlamentnek szinte semmi presztízse nincsen, holott az egyetlen választott testület, amely döntéshozatalra és törvényhozásra hivatott. A kormány helyzete is bizonytalan ebben a rendszerben. Hagyományosan és alkotmány szerint az államelnöknek vannak hatáskörei, de nem túl sok. Tehát az államelnök tulajdonképpen arra hivatott, hogy vigyázzon az egyensúlyra, hogy biztosítsa a párbeszédet a különböző hatalmi ágak között, biztosítsa a társadalmi konzultációt. Mi nálunk ennél sokkal nagyobb és nem igazán alkotmányos vagy törvényes ereje van az államelnöknek, nem beszélve arról, hogy a politikai döntéseknek elég nagy része kikerült a politikai intézményekből, kikerült a parlamentből és a kormányból, azáltal, hogy az igazságügynek és ezen belül az ügyészségnek módja van megítélni nem azt, hogy van-e korrupció, vagy nincsen, mert ez az ügyészség dolga és a bíróság dolga, hanem az, hogy egy politikai döntés akár egy önkormányzatban, akár a kormányban helyes volt-e. Ehhez hozzáadódott az, hogy miközben egy hagyományos demokráciában tetszik nekünk, vagy nem tetszik, de ahogy mondani szokás, ennél jobb nincsen, ha valakik megnyerték a választásokat, még egyszer mondom, lehet, hogy nekünk nem tetszik, lehet, hogy mi nem azokra szavaztunk, akik, ezt így általánosságban mondom, akik nyertek. Ha valakik megnyerték a választásokat, azt jelenti, hogy kaptak egy 4 éves megbízatást arra, hogy kormányozzanak, és arra, hogy meghozzák az ország élete szempontjából szükséges döntéseket. Mi nálunk legutóbb mi történt? Legutóbb az történt, hogy alig zajlottak le választások, alig alakult meg az új kormány. Azok, akik nyilván a másik oldalon voltak, tehát a másik oldalra kerültek, megkérdőjelezték ennek a kormánytöbbségnek a legitimitását, és mondom, mindegy, hogy nekünk ez tetszik, vagy nem tetszik. Itt nem erről van szó, a demokrácia az erről szól.
hogy akkor ők kaptak mandátumot. Megkérdőjelezték a legitimitását az új kormánytöbbségnek, az új kormánynak, ennek meg is volt az eredménye, minden elbizonytalanodott, visszavontak döntéseket, aztán megbukott a kormány, a saját kormánytöbbsége buktatta meg a kormányt, és ez így zajlott ebben az egész évben, és ehhez hozzáadódik az, hogy sajnos Európa is így kezd kinézni. Tehát Katalónia. Ugye van egy népszavazás, de tulajdonképpen akik a népszavazást megszervezték, nem tudták, hogy mi lesz a vége. Szerintem aki megszervezte és aki demagóg módon ígéretet tett Katalónia függetlenségére, annak fogalma sem volt, hogy ezt hogy fogja végigcsinálni, és ez jól látszik, tehát nem is tudta végigcsinálni, vagyis ma már a politika kezd arról szólni, hogy amit a napi szükség, a napi közvélemény kutatás megkíván, azt megígér, érjük, népszerűek akarunk lenni, aztán, hogy holnap mi lesz, az már nem számít. És folytathatnám a példákat. Katalóniáról a külpolitikai részben még beszélni fogunk. Azt kérdezném öntől még, hogy 2017-ben hogy látja ön, romlott? Itt szó volt a demokráciáról. Romlott a demokrácia állapota Romániában? Kétségtelenül. Tehát rendkívül nagyot zuhant a parlament tekintélye is, a kormányzás és a kormány tekintélye is, és alapjaiban rendült meg az a romániai demokrácia, amely igazság szerint még fel sem épült, még nem is volt idő arra, hogy konszolidálódjék, és ehelyett hát ilyen ködös álmok vannak, hogy kellene, sokak szerint kellene egy autoriter rendszer, meg mindenféle elképzelések. Én nem tehetek róla, én továbbra is a hagyományos parlamenti demokráciát tartom a legjobb megoldásnak, ha úgy tetszik, a parlamenti köztársaságot, ami azt jelenti, hogy választanunk kell egy olyan parlamentet nekünk, állampolgároknak, amelyben utána, ahogy mondtam, 4 évig megbízunk, és hát ők nevezik ki a kormányt, ők hozzák meg a fontos döntéseket. Ez az idén nem így történt. Attila, itt ellentmondásokról beszéltünk. Ellentmondás az is, hogy a kormány, a szociálliberális kormánykoalíciónak a számos szociális intézkedés ellenére nagy a felháborodás. Ugye januárban, februárban tüntetések voltak, decemberben szintén tüntetések voltak. Mivel magyarázható ez a nagy ellentmondás? Itt nem jött be a szociálliberális kormánykoalíciónak az a szándéka, hogy az embereknek az igényeit kielégítjük, mert azért lássuk be azt, hogy a nyugdíjemelések, a fizetésemelések azok kétségtelenül indokoltak voltak. Induljunk ki abból, hogy a választásokon az ország lakosságának minden 40%-a vett részt, 60%-a távol maradt, és amint Markó Béla elnök úr is mondta, megkérdőjeleződött a képviseleti demokráciának a létjogosultsága, és helyette felmerült az, hogy a részvételi demokrácia talán megoldást nyújtana azokra a problémákra, amelyekkel ez a társadalom szembenéz. Ráadásul ez a társadalom meg is oszlott, nem egyenlő arányban természetesen, egy harmadgyenge ellenzék próbál meg túlélni, és próbálja azt, hogy ezt a túlélését a képviseleti demokrácia keretében valósítsa meg, de azonnal meglovagolja az utcai megmozdulásokat, és csatlakozik azokhoz, akik úgy gondolják, hogy a fontos politikai döntéseket nem a parlamentben, hanem az utcán kell meghozni, sokáig kell a döntéseken tárgyalni, vitatkozni, és talán nem is a szavazat arány a döntő, hanem az, hogy ki tud hangosabban kiabálni, és volt sikerük is, hiszen a 13-as kormányrendeletnek a visszavonása bebizonyította, hogy az utca, ha elég erőszakos, akkor megtántoríthatja ezt a kormányt. Most az, hogy a kormánynak a tekintélye azonnal veszett, miután elkezdett kormányozni, meghatározta azt is, hogy
nem elégedtek meg a fizetésemelésekkel, nem elégedtek meg a nyugdíjemelésekkel, hanem úgy gondolták, hogy itt az alkalom még többet kicsikarni ettől a kormánytól, amely ráadásul azt hiszem, hogy elsiette a fizetésemeléseket és a nyugdíjemeléseket. Egy 4 éves kormányprogramnak a része kellett volna legyen ez a szociális intézkedésnek a meghozatala. Ők azonban már azonnal a kormányba lépéskor életbe próbálták léptetni. Kiderült, hogy a szinte kizárólag csak a fogyasztásra alapozó gazdasági növekedés nem elegendő ahhoz, hogy egyrészt béremeléseket eszközöljenek, másrészt pedig a költségvetést is egyensúlyba tudják hozni, és az év folyamán kiderült, hogy óriási gondok vannak a költségvetéssel, óriási gondok lesznek a jövő évi költségvetéssel is, és mindenki próbált az utolsó pillanatban valamit még kicsikarni a kormánytól. Mindenki az utcára vonult, többek közt a taxisok is, és ma már szinte senkit nem érdekel az, hogy mi történik Európában, senki nem figyel arra, hogy milyen intézkedéseket hoznak Európában, hanem megpróbálják kierőszakolni a kormánytól azt, amit ők akarnak, amit ők szeretnének, és amelyre úgy gondolják, hogy joguk van. Ugye Attila arról beszélt, hogy a kormány meghátrált a 13-as rendelet tekintetében, visszavonta. Most viszont úgy tűnik, hogy nyert a politikum, hisz a szenátuson is átment az igazságszolgáltatás működését szabályozó törvénytervezet. Most szándékosan mondtam azt, hogy úgy tűnik, hogy nyert a politikum. Most ez a helyes megközelítés, hogy a politikum nyert? Nem, és nyilván jól érezte, hogy a kérdésben van egy ilyen dilemma. Én remélem, hogy nem a politikum nyert, vagy nem az ügyészség vesztett, vagy nem az ügyészség nyer, és a politikum veszít, és így tovább, mert ez egy teljesen hamis és veszedelmes szembeállítás, és veszedelmes konfliktus lenne, és remélem, hogy a társadalom fog nyerni. Még egy zárójel elejéig annyit mondanék arról, amit itt Ambrus Attila jelzett, hogy itt tulajdonképpen kialakult az úgynevezett participatív részvételi demokrácia igénye a képviseleti demokrácia helyett. Van egy ilyen, de én azt hiszem, hogy ez csak manipuláció, ez csak megtévesztés, mert ugye a közvetlen részvételi demokrácia az azt jelenti, hogy minél többször kérdezzük meg a népet arról, hogy mit tegyünk. Tehát például Svájc egy ilyen ország, ahol állandóan nép szavaznak. De az nem jelenti, hogy ott nincs kormányzati döntés, vagy hogy nincs vezetés, csak nagyon sok kérdésben szervezetten, kampánnyal, tájékoztatással népszavazást rendeznek. Persze ehhez kell egy nagyon fejlett polgári társadalom. Ami nálunk történt, az csak látszata a részvételi demokráciának, mert például a tüntetés vagy a sztrájk az a szerves része mindenfajta demokráciának, de milyen tüntetés, milyen sztrájk a szervezet, a felelősen vállalt tiltakozó rendezvény. Tehát egy tüntetés az arról szól, hogy vannak szervezők, akik vállalják a felelősséget, bejelentik, hogy mikor, hogy mi történik. Mi nálunk ennek az utcai részvételnek egy ilyen különös formája van, ugye, hogy Facebookon meghirdetett tüntetésekre összegyűlnek az emberek, de nem lehet tudni, hogy ki ennek a felelőse. Ha például valami baj történne, akkor nem lehetne tudni, hogy ezért ki vállalta a felelősséget. De nem csak erről van szó, ez azt jelenti, hogy nem lehet megállapítani, hogy kik azok, akik valamit kérnek, kik azok, akik valamit követelnek, kivéve azokat, akik éppen tüntetnek. Lehet, hogy alakul valamilyen más társadalmi részvételi forma, de ez ebben a pillanatban nagyon zavaros és nagyon kérdőjeles. Ami pedig ezt a, hogy nyerte a politikum, vagy nem nyert a politikum, a legnagyobb baj az, hogy kezdjük úgy nézni a politikumot, mint az ellenségünket. Na most lehet, hogy rosszul döntöttünk a választásokon. Lehet, hogy nem megfelelő embereket választottunk.
Lehet, hogy le akarjuk váltani őket. Ezt megtehetjük ugye a következő választásokon, vagy azelőtt meg lehet próbálni az ellenzék segítségével fölborítani a parlamenten belül, vagy nyilván tüntetésekkel is, szervezett tüntetésekkel a politikai helyzetet. De itt megint csak azt kell mondanom, amit az előbb mondtam, hogy rendben van, utána kit teszünk oda. Tehát valakire szükségünk van, aki kormányozzon. Valakire szükségünk van, aki a törvényeket meghozza, és megint csak mi kerülünk abba a helyzetbe, hogy választanunk kell magunknak parlamentet, és választanunk kell magunknak polgármestereket, vagy önkormányzatokat, és így tovább. Tehát a politikum olyan, amilyen, de azt kell mondanom, hogy mi választottuk őket. Mi választottuk a pártokat, közülünk származnak, mi hívjuk vissza őket, ha tudjuk, mi választunk másokat, ha tudjuk, és ezt így kell nézni. Ami pedig az igazságügyi törvényeket illeti, itt viszont sajnos maga a politikum hibázott nagyot, vagy a pártok, vagy a politikusok. Azt kell mondanom, hogy még az RMDSZ is tulajdonképpen, bár az utóbbi időben az RMDSZ megpróbálta tisztán, világosan tájékoztatni a saját közösségét és a saját közvéleményét, hogy tulajdonképpen miről szólnak ezek a törvénymódosítások, és számomra nyilván, de hát én belülről ismerem ezt az egészet, elég meggyőzően tette ezt, mondom, az utóbbi időben az RMDSZ, a célegyenesben. De egyébként az elmúlt években mi is mulasztottunk ezzel kapcsolatosan, nem magyaráztuk meg azt, hogy itt szó sincs arról, hogy akkor most valaki a korrupciót fel akarja menteni, a korruptakat fel akarja menteni. Itt a vita arról szól, hogy ki dönti el azt, hogy mi a bűncselekmény. A törvény dönti el, és az alkotmány tisztán, világosan, vagy ügyészek és az igazságügy más szereplői döntik el, hogy egy bizonyos kormányzati vagy önkormányzati döntés bűncselekmény volt, mert szerintük nem ide kellett volna utat építeni, hanem oda kellett volna utat építeni, ez mindig vita tárgya, és éppen ezért ezek az igazságügyi törvénymódosítások arról szólnak, hogy mindenki felelős a döntéseiről, az önkormányzat is, a kormány is, de az ügyész is felelős a döntéseiért. A bíró is felelős a döntéseiért, tehát egy demokratikus társadalomban mindenki felelős tulajdonképpen. A módosítások egy része erről szól, hogy vannak független emberek, a bírók például függetlenek, de úgymond felelőtlen emberek nem lehetnek egy társadalomban, tehát felelősséggel tartoznak ők is a döntéseikért. Ez az egyik része ezeknek a módosításoknak. A másik az, hogy minél cseppfolyósabb, minél általánosabb egy bűncselekménynek a meghatározása, hogy mi számít például bűncselekménynek, minél cseppfolyósabb a meghatározása annak, hogy kit, mikor lehet felelősségre vonni, eljárást indítani ellene, megfigyelni, és így tovább, és így tovább, annál több visszaélésre van lehetőség. Tehát a törvénynek kell tisztának lennie, és félreérthetetlennek, és akkor, amikor emberek életéről van szó, amikor arról van szó, hogy valakinek a szabadságát elvesszük-e, és évekre börtönbe zárjuk-e, és ez emberi életeket és családokat érint, akkor nagyon is pontosan meg kell határozni azt, hogy milyen körülmények között lehetséges és kell valakinek például a szabadságát elvenni. Tehát erről szólnak ezek az igazságügyi törvénymódosítások. Egy olyan világban egyébként, amikor mindenfajta fenyegetés ér minket, terrorizmus, meg igen, a korrupció is egy óriási fenyegetés, és ennek következtében azok, akik ezért felelősek, hogy leleplezzék a korruptakat, leleplezzék a terrorizmust, leleplezzenek minden bűnös szándékot,
azok, hogyha nem ellenőrizzük őket, én tudom, hogy ez nem népszerű, amit mondok, ha nem ellenőrizzük őket, akkor nagyon is hajlamosak arra, hogy éppen a jó cél érdekében mindannyiunkat megszorítsanak, ellenőrzés alá vonjanak, mindenkinek az ablakán benézzenek, mindenkit lehallgassanak, mindenkit megfigyeljenek. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek a viták, ezek erről szólnak, és ezt kell megérteni. Ez nem a politikum érdekében történik, nem néhány politikus érdekében. Itt ez a legnagyobb becsapás tulajdonképpen, hogy állandóan jön ez a sugallat, hogy hát itt tulajdonképpen ezek a törvénymódosítások arról szólnak, hogy akkor a politikusokat ne lehessen felelősségre vonni. Ezek a törvénymódosítások, és nekünk magyaroknak azért ezt is érteni kellene valahogy. Ezek akár a katolikus líceumról is szólnak, a Marosvásárhelyi Katolikus Líceumról. Tehát, mert nekem a magyar közvéleménnyel is az a gondom, hogy azzal mindannyian egyetértünk, hogy ennek a katolikus, római katolikus, a Marosvásárhelyi Római Katolikus Líceumnak a bezárása, az megszüntetése, az nem volt helyes. És ezzel keveset mondta, hogy az egy nagyon rossz dolog. De hát ez egy igazságügyi eljárás nyomán történt, tehát ezek szerint ezzel nem értünk egyet, és mindannyian tudjuk, hogy itt valami baj van az igazság ügyel, hogyha egy ilyesmit meg lehetett csinálni. Annak ellenére, hogy volt vagy nem volt valahol egy adminisztratív vétség, azt adminisztratív úton kellett volna rendezni az én véleményem szerint. Tehát egyet értünk, hogy ezzel itt nagy gond van, de ugyanakkor ugyanazok az emberek esetleg azzal már nem értenek egyet, hogy akkor ezek szerint mégiscsak újra kellene gondolni a törvényeket, amelyek lehetővé teszik azt, hogy ennek az iskolának az igazgatója ellen például eljárást indítottak, a főtanfelügyelő ellen eljárást indítottak egy vélt vagy valós adminisztratív vétség miatt, hogy folyik az eljárás, hogy szülőket az iskola diákjai közül nem tudom hányat behívnak, kihallgatnak, tehát akkor valami nincsen rendben. Akkor valami nincsen, ezt meg kell értenünk, hogy ezeket a dolgokat mind sorra át kell gondolni, és ki kell igazítani. Folytassuk az évértékelőnket, a hangsúlyosan magyar ügyekkel, mutatunk a nézőknek egy összefoglalót, és akkor ezt követően beszélgessünk erről. Viharfelhők a kisebbség Egin. Nem zárt könnyű évet a romániai magyarság. Az 1918-as nagy egyesülés centenáriumi évére való készülődés rányomta bélyegét 2017-re is. A legnagyobb arcú csapásnak talán az tekinthető, hogy több mint egy év után a szeptemberi iskola kezdése sem oldódott meg a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum helyzete. A tanintézmény gyakorlatilag megszűnt, a diákok a Bolyai Farkas Elméleti Liceum ernyője alatt kezdték el a tanévet. A szenátus december 5-én elfogadta az oktatási kerettörvény módosítását, amely jogalapot teremt arra, hogy a parlament törvény útján alapíthassa újra a helyi hatóságok által felszámolt iskolát. Ennek előzménye, hogy Liviu Dragnea szeptemberben ígéretet tett Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek az iskola helyzetének a rendezésére. Emellett külügyminiszteri szinten is elkezdődött idén a közeledés a két ország között. Teodor Meleskánó és Szijjártó Péter magyar külügyér idén több ízben is találkozott. Egyetértettek abban, hogy konfliktusok helyett közös sikertörténetekre van szükség. Kérdés azonban, hogy ezekre sor kerül-e a 2018-as évben, amelynek meghatározó eseménye lesz Románia 1918-as nagy egyesülésének a megünneplése. Nagy vitát váltott ki ezzel kapcsolatban Kelemen Hunor RMDSZ elnök nyilatkozata, amelyben kifejtette, a magyar közösség nem tud ünnepként tekinteni december 1-jére, mert nincsen, amit ünnepelnie. A Szövetségi Képviselők Tanácsának utolsó ülésén kijelentette, 2018 az igazságosság éve kell, hogy legyen az erdélyi magyarság számára.
Hozzátette, azt szeretnék felmutatni, hogy az erdélyi magyarság Románia értékteremtő közössége, és ekként szeretne megmaradni. Klaus Johannis államfő azt mondta, természetellenes lenne az országban élő kisebbségek nélkül ünnepelni az Erdély és a Román Királyság Egyesülését kimondó gyulafehérvári Román Nemzetgyűlés centenáriumát. Idén időről időre felbukkant az RMDSZ esetleges kormányra lépésének a lehetősége. Az ilahi RMDSZ kongresszuson Liviu Dragnea burkoltan ugyan, de sokak szerint kormányra hívta az RMDSZ-t. Most jobb helyzetben lenne ma az erdélyi magyarság, ha valamilyen úton, módon, de az RMDSZ néhány politikusa ott lenne a Viktoriai Palotában? Nem hiszem, és erre bizonyíték az is, hogy az RMDSZ-nek a legjobb periódusa az az időszak volt, amikor parlamentből támogatta a szociáldemokrata kormányt, akkor tudott elérni a legtöbb olyan jogi normának az elfogadását, amely meghatározta az erdélyi magyarságnak a létezését a 2000-es években. Tehát én nem gondolom, hogy ha az RMDSZ kormányra lépett volna, akkor többet kaphatott volna. Ez egy észszerű megoldásnak tűnt, hiszen így az RMDSZ pontról pontra egyeztethetett azokról annak kérdésekben, amelyekben támogatást nyújtott a kormánynak, illetve hát elutasíthatta azokat a kormányintézkedéseket, amelyek az RMDSZ programjával ellentmondanak, illetve hát elfogadhatatlanok az erdélyi magyarság számára. Ennek ellenére sajnálatos az, hogy ma a közösségi médiában azt a láthatót keltik, mintha az RMDSZ valóban kormányon lenne, mintha az RMDSZ valójában a szociáldemokrata pártnak a holdudvarában létezne, hiszen itt az elnök úr mondta, hogy az erdélyi magyar közvélemény hogyan fogad egyik másik, fogadja az egyik másik intézkedés megállapítást. Én azt gondolom, hogy az erdélyi magyar közvélemény ma épp olyan rossz állapotban van, mint amilyen állapotban a demokrácia. A sajtó szerepének a csökkenése elvezetett oda, hogy egy teljesen diffúz és konfúz tömeg próbálja megértelmezni azt, ami körülötte történik, és a 2017 arra volt példa, hogy hiába próbált meg jól és eredményesen kommunikálni az RMDSZ, az erdélyi magyarok közül nagyon sokan nem voltak vevői ennek a kommunikációnak, és bedőltek azoknak az álhíreknek, amelyek elárasztották a médiateret az igazság utáni korszakban. Elnök úr, szerint volt egyáltalán realitása annak, hogy az RMDSZ idén kormányra kerüljön? Na most én azért egy kicsit árnyalnám azt, amit Ambrus Attila felvetett a kormányzással kapcsolatosan, vagyis, hogy tulajdonképpen a legeredményesebbek akkor voltunk, amikor nem kormányon támogattuk a saját kormányunkat, hanem a parlamentből egy egyesség alapján 2000 és 2004 között az Adrián Nestase kormányát. Én azt gondolom, hogy az valóban egy rendkívül eredményes időszak volt, magam csináltam végig, ugye, tehát tanúja voltam, részese és cselekvő mozgatója mindennek, de ott volt egy nagyon fontos feltétel, az, hogy nélkülünk nem lett volna többsége annak a kormánynak. Igaz, hogy mi a kormányzati felelősséget nem vállaltuk, de a parlamentből mindvégig a mi szavazataink kellettek a kormánytöbbséghez. Ez egy nagyon erős pozíció volt. A mostani állapot hasonlít ehhez, mert végül is van egy egyesség a kormány oldallal arról, hogy támogatjuk őket, hogyha nincsen ennek, ha nincs is ennek egy írott és időszakonként megújított megállapodás formája. Most viszont nincs feltétlenül szükség ránk ahhoz, hogy megszavazzanak valamit is. Tehát egyfajta garancia, ugye, tehát egyfajta tartalékot jelentenek az RMDSZ szavazatai. De én azt gondolom, hogy nekünk vállalnunk kell azt, amit, és vállalnunk kellene azt, amit kialakítottunk végül is évtizedek alatt, így kell fogalmaznom,
És amit úgy látom, hogy az utóbbi időben vannak, akik megkérdőjeleznek. És pedig az, hogy kialakult Romániában, és nem bennünk alakult ki, hanem meg kell mondanom, hogy a román közvéleményben és a román politikumban az, hogy az RMDSZ nélkül nem lehet kormányozni. Ez nem azt jelenti, hogy az RMDSZ-nek mindig ott kell lennie a kormányban, de hogy nélkülünk nem lehet fontos döntéseket meghozni. Tehát néhány évvel ezelőtt még volt egy ilyen vélemény a román politikában, hogy ránk mindenképpen szükség van. Az igaz, hogy most például egy dadogó, habozó, visszavisszalépő kormányban senki sem lenne ott szívesen. Tehát az RMDSZ sem lenne ott szívesen. Csak nekem ezzel kapcsolatosan az a véleményem, hogy a kormány nem olyan akkor, amikor mi ott vagyunk, mint amikor nem vagyunk ott. Tehát ha mi ott lennénk a mostani kormányban, az nem biztos, hogy úgy néz neki, mint ahogy most néz ki. Mint ahogy Adrián Nestaszéjéknak például 2000 és 2004 között volt választási lehetőségük. Támaszkodhattak ránk a parlamentben, és támaszkodhattak volna a Nagy Románia pártra. Ezt nem merték megtenni többek közt azért sem, mert persze Európai Uniós felvételi és NATO felvételi folyamatban voltunk, de gondolom, hogy el lehet képzelni, hogy ha nem a mi szavazatainkkal kormányoztak volna, hanem a Nagy Románia szavazataival, akkor hogy nézett volna ki ez a kormány? Na most valami ilyesmi van minden kormánnyal, a Törícsánu kormánnyal, amelyben ott voltunk, és szerintem amely kormány másképp nézett volna ki, hogyha mi nem vagyunk ott, a Bok kormány, amelyben ott voltunk, és ott is bizonyos döntések, ugye most nem idézném a tanügyi törvényt, amelyet 2011-ben így tudtunk elfogadni, és így tovább. Tehát az is másképp nézett volna ki. Más szóval azért nem kell azt szégyelni, hogy azért megyünk Bukarestbe, hogy befolyással legyünk a döntésekre, vagy akkor ne menjünk oda. De ha oda megyünk, nem azért megyünk oda, hogy szóvivők legyünk, és hogy elmondjuk, hogy mi bajunk. Azért megyünk oda, hogy befolyásoljuk Romániában a törvényhozást, ha lehet, és amikor lehet, és amikor olyan a kormány és a kormányprogram, akkor befolyásoljuk a kormányzást, vagy akár vegyünk is részt a kormányban, és annak is tudatába kell lenni, hogy ez sokaknak nem fog tetszeni. A magyar közvéleménynek egy része ezt nem szereti, nem szívesen nézi azt sem, hogy ott vagyunk Bukarestben, nem szívesen nézi azt sem, hogy netán az RMDSZ ott van a kormányban, viszont akinek ez nem tetszik, és tudom, hogy vannak olyanok, akiknek nem tetszik, annak azt is meg kell mondani, hogy helyette mit csináljuk. Tehát például helyette hogy oldjuk meg mondjuk a katolikus liceum kérdését. A katolikus liceum kérdésével kapcsolatos törvénytervezetből, egyelőre a kerettörvényből, vagyis abból, hogy nem csak az önkormányzatok, hanem a kormány vagy a parlament is hozhat létre iskolát, és ehhez kapcsolódik egy másik törvény, amely tervezett formájában ott van, hogy akkor hozzák létre a katolikus liceumot ismét. Ezt a törvényt nem a két szép szemünkért fogadták el a román parlamentben, ezt a kerettörvényt, hogy ez lehetséges, nem azért, mert szeretik, olyan nagyon szeretik sokan a magyarokat, sajnos nem is azért, mert ezt csugalta Brüsszel vagy Washington, hanem nyersen, durván és sokaknak nem tetszően azért fogadták el, mert most is szükség van az RMDSZ szavazataira, még akkor is, ha az előbb arról beszéltünk, hogy nélkülünk is megvan a többség, de azért jó, ha a mi szavazatainkra is lehet számítani. Ezért fogadták el. Ezért fogadták el, és azért, mert kialakult egyébként ezzel kapcsolatosan egy feszültség Románia és Magyarország között, és ezt is fel kell oldani. Ez is beleszámít a történetbe. Ezek azok az eszközök, amelyekkel valamit meg tudunk oldani. Mert egyébként most rossz állapotban vagyunk. Rossz állapotban vagyunk. Én ajánlom mindenkinek, hogy számolja össze, hogy Marosvásárhelyen, Maros megyében, Kolozsváron, Biharban, bárhol, hogy nézünk ki,
magyar vezetők dolgában, hány magyar szakember van vezető pozícióban, különböző intézményekben, aki azt mondja, hogy ez nem számít, az butaságot mond. Ez bizony nagyon sokat számít a magyar közösség állapota szempontjából. És kezdünk ilyen háttér kérdésekben lassan-lassan visszakerülni oda, ahol a 90-es években voltunk. De ezen változtatni lehet, és ezen változtatni kell az én véleményem szerint. Ismétlem, és ezzel be is fejezném, nem arról van szó, hogy közvetlenül egy bizonyos kormányban muszáj-e ott lennünk, vagy nem muszáj. Ezt az RMDSZ vezetőinek kell mindig megítélni, fel kell mérni, lehet-e együttműködni a kormányban, érdemes-e, de hogy azért mentünk Bukarestbe, hogy befolyással legyünk általában az ország helyzetére, és ezen belül azokra a döntésekre, amelyek minket közvetlenül érintenek, az vitathatatlan, tehát nem másért vagyunk ott. Attila, itt a velünk vagy nélkülünk kérdéshez kapcsolódva vagy ahhoz, hogy szeretik-e a románok a magyarokat, vagy sem. Hogy látod, hogy idén javult, vagy romlott a román-magyar viszony? És román-magyar viszony alatt Romániában a román-magyar viszony, nem Magyarországot értem. Azt hiszem, hogy romlott, mint egy önbeteljesítő jóslat lebegett fölöttünk 2018, és sajnos már 2017-ben elkezdődött a felkészülés 2018-ra, amelyet erősített az országpolitikai és gazdasági helyzete is. Nagyon sokan megpróbálták kihasználni, akár észrevétlenül is, hiszen itt a kormányzásról beszélve felmerül az a kérdés, hogy a hatalom mellé álljon az RMDSZ, vagy az ellenzék mellé álljon, és amit az elnök úr is mondta, nagyon sokan vannak, akik az ellenzéket preferálják, annak ellenére, hogy az ellenzék az idén sajnos mindent megtett azért, hogy a román-magyar viszonyba zavart keltsen, és mindent felhasznált a saját céljaiért. Tehát én azt gondolom, hogy sokat romlott a viszony, még nem iszony ez, de könnyen megtörténhet, hogy 2018-ban, ha nem vagyunk elég ügyesek és elég felkészültek, ha nem látjuk előre, hogy mi minden történhet, akkor akár azzá is válhat. Elnök úron, sokat látott már a politikában. 2018-ban itt az Attila által is említett centenáriumi évben mi várható, mi magyarok, mire kell számítsunk? Hát persze, hogy sokat láttam, akár december 1-jével kapcsolatosan is, kezdve azzal, hogy 1990-ben megpróbáltuk elérni azt, hogy ne ez legyen a nemzeti ünnep. Mert most ehhez a nemzeti ünnephez mindenki úgy viszonyul, mint valami, hogy mondjam, öröktől fogva lévő nap, de hát 1990-ben komoly viták voltak arról, hogy akkor például december 21 legyen, vagy december 22, és aztán végül is így lett december 1-e a nemzeti ünnep, és hát még sok mindent láttam. Láttam, amikor az RMDSZ főtitkárát lehurrogták, szintén 1990-ben Gyulafehérváron, és még ehhez hasonló, meg a román parlamentben is sok mindent megéltem. Én azt gondolom, hogy egy nagy hibát követhetünk el. Nem a mindennapi magyar ember tulajdonképpen, hanem az RMDSZ, vagy az értelmiségiek, vagy a közélet szereplői, hogyha úgy viszonyulunk 2018-hoz, hogy hát valahogy múljon el. Tehát, hogy hát majd eltelik ez is, egy év nem olyan hosszú idő, összeszorítjuk a fogunkat, s kibírjuk a nagy ünneplésen belül azt, hogy hát ennek valószínűleg lesz egy magyar ellenes éle. Ilyen szempontból az RMDSZ próbálja ezt a lehetőséget kiiktatni, hogy akkor mi csak átvészeljük ezt a dolgot, tehát szó van különböző kiadványokról, rendezvényekről, a románok tájékoztatásáról. Én azt gondolom, hogy az, amit meg kellett volna próbálni, és lehet, hogy még meg kellene próbálni, az, hogy valami módon tudatosítani a román politikusokban, tudom, hogy erre nagyon-nagyon kevés esély van, főleg most már, és tudatosítani abban az államelnökben, aki úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne a kisebbségi kérdéshez
Romániában, még akkor is, hogyha legutóbb hallottam, hogy hát ugye azt mondta, hogy kisebbségek nélkül nem lehet elképzelni a centenáriumot. Nos, ha kisebbségek nélkül nem lehet elképzelni a centenáriumot, akkor meg kell próbálni szaván fogni őt. Vagyis ez a centenárium nekünk, nem hiszem, hogy egy év alatt Romániában annyit változna a helyzet, hogy nekünk ünnepünké válhat a szószoros értelmében 2018. december 1-e, de azt el tudom képzelni, hogy kialakuljon egy olyan szándék a román politikai életben, államelnök, kormány, parlament, hogy jó, akkor bizonyítsuk be azt, amit az elmúlt 100 évben hát rövid ideig néha sikerült bizonyítani, de többnyire nem, hogy meg akarjuk oldani a román-magyar viszonyt. Bizonyítsuk be, hogy teszünk pozitív lépéseket ebben a kérdésben, konkrét megoldásokat, tehát nem csak hangzatos deklarációkat. Nem lehet egy év alatt elrendezni azt, amit eddig nem sikerült megoldani. De hogyha törvényhozásban, intézményalakításban, más kérdésekben lennének konkrét, érzékelhető, kézzel fogható előrelépések, akkor valóban másképp viszonyulhatnánk mi is ehhez a centenáriumhoz, és azt hiszem, hogy ezt kellene, nem vagyok túlságosan optimista, hogy erre még van esély, de legalább mondanunk kell minden pillanatban, és nem magunknak kell mondanunk, hogy a románoknak, hogy kedves kollégák, lássuk akkor, lássuk. Eltelt 100 esztendő, és hogyan viszonyultok a magyarokhoz? Az évértékelőnk nem lehet teljes anélkül, hogyha nem tekintenénk túl az ország határon. Nézzük, milyen külpolitikai évet zárt a nagyvilág. Eseménydús külpolitikai év. Donald Trumpot tavaly választották meg az Amerikai Egyesült Államok 45. elnökének, hivatalos beiktatása azonban idén januárban történt. A milliómos ingatlanmágnásból lett elnök igencsak vitatott politikát folytat, döntései azonban nem csak Amerikára, hanem az egész világra kihatnak. Kiléptette például Amerikát a Párizsi Klímaegyezményből, és a nemzetközi közösség, valamint az arab világ ellenkezése dacára kritikus döntést hozott, elismerte Izrael fővárosának Jeruzsálemet, és eldöntötte, hogy oda költözik majd Tel Avivből az amerikai nagykövetség. Emellett megfenyegette Észak-Koreát, mondván, ha Kim Jong-un folytatja a fegyverkezést és Amerika provokációját, megtámadja az országot. Állt a bál idén az Európai Unióban is. Az öreg kontinens közösségét igencsak megrengette az, hogy Nagy-Britannia az Európai Unióból való kilépés mellett döntött. A tulajdonképpeni kilépés még nem történt meg, számos kérdés ugyanis még tisztázatlan, csak sejteni lehet, hogy mit nyer és mit veszít a Szigetország a kilépéssel. A britek több mint fele azonban most már ellenzi a kilépést. Több uniós országban tartottak választásokat idén. A félelmek ellenére azonban nem a szélső jobboldali euroszkeptikus pártok diadalmaskodtak. Franciaországban fölényes győzelmet aratott Emmanuel Macron, Németországban Angela Merkel a menekült politikája ellenére sikerre vitte pártját, csupán Ausztriában került kormányra a jobboldal. A legforróbb helyzet Spanyolországban volt, de nem választások miatt. Igaz, hogy végül voksoláshoz vezettek az eredmények. Katalóniában függetlenségi népszavazást írtak ki, ami rendőri túlkapásokba torkollott, miután alkotmány ellenesnek nyilvánították a referendumot. A spanyol miniszterelnök feloszlatta a katalán parlamentet, a függetlenségpárti politikusok ellen pedig lázadás, zendülés, hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények miatt büntető eljárást kezdeményeztek. A felvezetőben Donald Trumpról is szó volt, Kim Jong-unról, de beszéljünk mi kis szűk hazánkról, az Európai Unióról. Brexit, a britek amellett döntöttek, hogy kilépnek az Unióból, most igaz másképp látják. Mit jelentett a brit szavazás? Az uniós modellnek a kudarcát, vagy pedig ez egy figyelmeztetés arra, hogy lám a populizmus az milyen veszélyeket rejteget? Nyilvánvalóan vannak populista elemei is a döntésnek, ugyanakkor egy eléggé végig nem gondolt döntésnek az eredménye. Bizonyíték erre, hogy ma már Nagy-Britanniában is sokan másként
szavaznának. Másrészt annak a furcsa viszonynak a kivetülése, amely Nagy-Britanniát és az Európai Unió kontinentális államait jellemezte. A britek attól féltek, hogy Brüsszel egyfajta protektorátust próbál gyakorolni Nagy-Britannia fölött is. Emiatt döntöttek úgy, hogy megpróbálják külön utakon, amiről mára kiderült, hogy nem volt a legmegfelelőbb döntés. Ez figyelmeztetés mindazoknak, akik szintén kacérkodnak az Európai Unióból való kilépéssel, de az Európai Uniónak is meg kell értenie, hogy olyan döntéseket kell hoznia, és olyan kommunikációs eszközöket kell találnia, amely meggyőzi a tagállamokat, a régiókat, az uniónak a lakosságát arról, hogy nincs más választásunk, vagy egy egységes Európai Unióban élünk, vagy nem tudjuk felvenni a harcot azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a világ szembesít minket. Önök úr, itt ön szerint milyen évet zárt Európa itt, különös tekintettel a Brexitre, illetve Katalóniára, ami a két egyik legfontosabb, szerintem legalábbis egy két legfontosabb esemény volt? Ezzel kapcsolatosan sem nagyon tudok mást mondani, mint Romániával kapcsolatosan, hogy egy nagyon zavaros és igazság szerint rossz évet zárt Európa. Brexit mellé, Katalónia mellé oda tehetnénk azt, hogy megerősödött a szélsőjobb a választásokon Németországban, hogy hajszálon múlt Franciaországban is, és egy új, friss, karizmatikus vezetőnek, Macronnak sikerült megnyerni a választásokat, de ott is volt egy szélsőjobb veszély, Ausztriában a szélsőjobb kormányra került, tehát ez így együtt eléggé aggasztó, valóban arról van szó, amit Ambrus Attila is mondott, hogy az Európai Uniónak nem sikerült meggyőző módon bizonyítania azt, amit én nem vitatok egy pillanatig sem, hogy egyetlen választásunk egy közös Európa. És ez nem csak gazdasági szempontból, hanem minden más szempontból. A Brexit és a Katalónia az ugyanaz. Tehát a Brexittel is mi történt? Tulajdonképpen azért, mert az akkori angol miniszterelnök Cameron meg akarta nyerni a választásokat, tett egy választási ígéretet, hogy népszavazást fognak szervezni a Brexitről. Demagóg módon a hatalom miatt tett egy ilyen kijelentést, és utána megszervezték ezt a népszavazást. Fogalmuk sem volt véleményem szerint, hogy utána mi következik. Tehát, hogy mi lesz, hogyha sikerül a népszavazás. Katalóniában ugyanez a helyzet. Van egy valós elégedetlenség. Katalóniának az autonómiája nem volt kielégítő, még csonkították is az utóbbi időben. Tehát meg lehetett lovagolni egy ilyen elégedetlenséget, viszont ahelyett, hogy ezt valahogy rendezték volna a központi spanyol kormánnyal, meghirdettek egy népszavazást a függetlenségről, és megint nem tudták, hogy jó, de utána mi lesz, ezt hogy viszik végig. És ez most látható, hát ez látható jól, hogy nem is tudták végigvinni. Tehát a politikában az halálos veszély, ha valaki úgy politizál, hogy mondom, ami tetszik az embereknek, és népszerű akarok lenni, de el se tudom képzelni, hogy aztán holnap mi lesz, vagy holnap után. És ez történik ma Európában egyrészt. Ugye ez nem is populizmus, ez demagógia tulajdonképpen. Másrészt pedig az Európai Uniónak van egy nagy megoldatlan problémája, és ez a nemzeti kérdés. A nemzetek, kultúrák, nyelvek egymáshoz való viszonya. És ha ezt az Európai Unió nem próbálja rendezni, és az Európai Unió azt hiszi, hogy a legfontosabb a vámunió, a gazdasági kérdések egymáshoz illesztése, akkor tényleg baj lesz az Európai Unióban. Mondok egy példát, és ezzel be is fejezem, az ukrán kérdés. Ugye, Ukrajnában nemrég elfogadtak egy olyan oktatási törvényt, amelyet Ceausescu idején nálunk nem lehetett volna elképzelni, még akkor se lehetett volna elképzelni egy olyan oktatási törvényt, amely arról szól, hogy a kisebbségek 1-4 osztályban tanulhatnak anyanyelvükön, és utána ukránul. És utána tanulhatják a nyelvüket. Tehát ukrán nyelvű az oktatás, de tanulhatják a magyarok a magyar nyelvet, magyar nyelv és irodalmat, a románok a román nyelv és irodalmat, és így tovább.
Románia, Magyarország, a környező országok tiltakoztak, de Brüsszel szinte hallgatott. Nem tudta, hogy mit mondjon. Nem tud viszonyulni ehhez a kérdéshez, illetve Brüsszel azt hiszi, hogy az az érdek, hogy Ukrajna mindenképpen, ha nacionalista, ha nem nacionalista, közeledjék az Európai Unióhoz, az fontosabb, mint az, hogy nemzeti kérdésben rendezzük az ügyeinket. És akkor oda jutunk, hogy a Velencei Bizottság, amelyhez bekerült ez az oktatási törvény, készít egy jelentést, és az a jelentés olyan, egy dodonai szöveg ezek szerint, én nem olvastam mondatról mondatra, hogy megdöbbenve olvasom a sajtóban a címeket, és nem a sajtó csúsztat, hogy a román és magyar külügy üdvözli a Velencei Bizottság jelentését, vagyis úgy érzik, hogy nekik adott igazat a Velencei Bizottság. Igen, de utána olvasom a másik címet, az ukrán külügyminisztérium üdvözli a Velencei Bizottság jelentését. Az ukrán oktatási minisztériumnak az a véleménye, hogy a Velencei Bizottság egyetért az oktatási törvénye. Másik cím a KMKS, vagyis a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli a Velencei Bizottság jelentését. Hát ha odáig jutottunk, hogy egy ilyen neves és fontos jogásztestület egy olyan jelentést tud készíteni, amely a szemben álló feleknek egyaránt tetszik, azoknak is, akik a kisebbségeket meg akarják fosztani az anyanyelvű oktatástól, és azoknak is, akik küzdenek azért, hogy ezeknek a kisebbségeknek legyen anyanyelvű oktatásuk, akkor így Európa nem fog egyről kettőre jutni. Beszélgetésünk tanulságát levonva, itt nem marad más hátra, mint egy jobb évet kívánjunk Romániának, és jobb évet kívánjunk az Európai Uniónak. Én önöknek is jobb évet, boldog új évet kívánok, nézőktől pedig elköszönök. Jövőre találkozunk már csak. Csernik Attila szerkesztő kollégám nevében is boldog új évet kívánok önöknek. Viszontlátásra!